Hogyan készül a beiskolázásra a Szent Anna-i Sámuel Református Középiskola? Erről Szűcs Judit igazgatóhelyettest kérdeztük. A járványügyi helyzetben is ugyanolyan feladat a beiskolázás, mint a korábbi években. A határidők megszokottak. A járványhelyzet kicsit felülírja a korábbi szokásrendet, a virtuális térnek sokkal nagyobb jelentősége lett, mondja az igazgatóhelyettes. Ebben a tanévben is a beiskolázás ugyanolyan feladat, mint a korábbi években volt. A feladatok, határidők azok a megszokottak, a tanévrendje rendeletben meghatározott időpontokat nekünk is tartani kell. Nyilván a járványhelyzet azért egy picit fölülírja a korábbi szokásrendet. A virtuális térnek sokkal nagyobb jelentősége lett, így próbáljuk az általa nyújtott lehetőségeket kihasználni. Az iskola közösségi oldalán és honlapján már fent vannak a videók, ahol bemutatják az intézményt, ahol magas színvonalú képzés folyik. A videófilmeket eljutatják az általános iskolákba is. Mi mindent megpróbálunk ilyen téren, hogy bemutathassuk intézményünket, hiszen ez egy nagyon magas színvonalú képzésnyújtó intézmény, így iskola bemutató filmekkel kettő is készültünk, saját tanítványunk készítette az egyiket, és ezeket eljutattuk az általános iskolákba, illetve a közösségi oldalakon megosztottuk. Most elmaradnak a bemutató órák. Virtuálisan mehetnek végig a diákok azokon az órákon, foglalkozásokon, amelyeket szeretnének megnézni. Itt a szülők is bepillantást nyerhetnek a tanítási órákba, az iskolai kollégiumi életbe. Fizikális jelenléttel nem, azonban az előbb említett filmeken bejárhatják ezeket a foglalkozásokat a leendő tanítványaink, illetve az érdeklődők. A szülők bepillantást nyerhetnek ezekbe a foglalkozásokba, tanítási órákba. Az iskolai életre, a kollégiumi életre mindent a filmekből megpróbálunk bemutatni. A nyolcadikosoknak bővül a repertoár. Maradt az agrárgépész, a környezetvédelem, új képzés a pénzügy számvitel, a sportedzői képzés, az élelmiszeripari képzés. Szakképző osztályok is indulnak elegendő jelentkező esetén. A gimnáziumi képzés emelt óraszámú német és belügyi rendészeti ismeretek pályaorientációs képzéssel indul. Alapképzési szerkezetünk változatlan maradt, némi módosításokkal. Nagyobb hangsúlyt kapott a technikusi képzés. Technikumi osztályok közül bővült a repertoár, tehát maradt az agrárgépész, a környezetvédelem, új képzés a pénzügy számvitel, a sportedzői képzésünk és az élelmiszeripari képzés, illetve a hát most már új néven szakközépis vagy szakképző osztályok is indulnának, hogyha lenne elegendő jelentkező, és továbbra is maradt a gimnáziumi képzés némi módosítással. Itt emelt óraszámú német nyelvi képzés, illetve belügyi rendészeti ismeretek pályaorientációs képzés lesz. A virtuális térben a tájékoztató anyagok mellett ismerősöktől, baráttól, családtagtól érdeklődnek a nyolcadikosok az iskola iránt. Van, aki levélben érdeklődik, van, aki a közösségi oldalakon érdeklődik, van, aki pusztán csak a feltöltött tájékoztató anyagok alapján dönt, és olyan is van, aki pedig személyes ismeretsége alapján határozza el, hogy hol folytatja a tanulmányait. Hát mi is nagyon várjuk ennek a járványhelyzetnek a végét, hiszen ugye a személyes kontaktus, a találkozás az egészen más minőségű információcserét jelent, és ugye nagyon egyoldalú sokszor a virtuális kommunikáció, de mi mindent megteszünk annak érdekében, hogyha bárkiben bármilyen kérdés merülne föl, nagyon szívesen adunk tájékoztatást. Egyébként tervezzük is egy ilyen online tájékoztató megszervezését, ahol az iskola vezetősége az ágazatokért felelős kollégák jelenlétében egyidejűleg kérdésekre tudnak válaszolni. Ezt nyilván az iskola honlapján, illetve közösségi oldalán közre fogjuk adni ennek az időpontját, és akkor gyakorlatilag egy időben tudunk kommunikálni az érdeklődőkkel, mind az iskola vezetése, mind pedig a szaktanárok, illetve a szülők, tanulók. Jelentkezési határidő február 19, március 16-án felteszik az iskola honlapjára az ideiglenes felvételi jegyzéket, április 23-án az iskola megkapja a végleges felvételi jegyzéket, és április 30-ig kiértesíti a jelentkezőket a felvételről. Külön felvételi nincs, csak a tanulmányi eredmény számít.
Mindegyik általunk meghirdetett képzésben a tanulmányi eredmény számít, viszont igyekszem kihangsúlyozni azt, hogy a technikusi képzésben bárki bármilyen technikusi képzésre jelentkezik, ösztöndíjat fog kapni. Ez szerintem hatalmas előny. Ugye megváltozott a szakképzés, és nagyobb hangsúlyt kapott a gyakorlati oktatás. A 10. év végén ágazati szakmai alapvizsgát tesznek a tanulóink, illetve ugye ösztönző erő az ösztöndíj. A szakképzés nagyobb hangsúlyt kapott, ösztöndíj van a technikusi képzésnél, az 5. év végén fognak érettségi vizsgát tenni a diákok. 10. ágazati alapvizsga, 12. 3 közismereti tárgyból előrehozott érettségi van, és 13. év végén az érettségi és technikusi vizsga szerepel.